Sziasztok! A Hungarikum mai adásában a huszárról lesz szó. Vendégem Dánielfi Gergő. Szia Gergő! Szia Peti! Mit tudunk a huszárokról? Honnan ered eleve ez a szó? Mit jelent? Hát ez egy szerb-horvát eredetű szó. Leginkább rablót jelent, de leginkább, hogyha a magyarságot nézzük, ez Mátyás király rendeletétől indult, amikor 20-20 jobbágytelek után azt mondta, hogy egy-egy katonát adjanak az udvarba, király udvarba. Ezt tudósok így, hogy az írás alapján, hogy ez rövidú vagy hosszú, azt még mai napig firtatják, de hogy a magyar gondolatmenet ebből indult ki Mátyás király rendeletéből. A magyar hadászatban mikor és milyen szerepet töltött be a huszárság? Hát ugye a Habsburgok és a törökök ellen rettentő sokat vívtunk, és hogy a huszárok ugye nem voltak annyira felszerelve páncérrel, könnyű lovasságnak is hívták őket, és például a Fekete Seregbe Mátyás király 1481 környékén már huszároknak hívta a könnyű lovasságot is. Volt-e jellegzetessége a huszároknak, ami az egyenruhát illeti? Hát persze. Szűk gatyát hordtak, mentét a vállukon, szabját, pisztoly is volt náluk értelemszerűen, és a fejükön forgócsákú volt. A magyar hadviselésben mikor és milyen szerepet töltöttek be a huszárok? Hát ugye a törökök és a Habsburgok ellen nagyon-nagyon sok csatát vívtunk, ugye a Rákóczi szabadságharc, meg a 48-49-es szabadságharcban nagyon nagy szükségünk volt a huszárokra, akik nem kifejezetten bírtak nagy erős páncéllal, de annál inkább nagyon gyorsan tudtak haladni. Éppen ezért például Mátyás király az egyik rendeletében a Fekete Seregnek a könnyű lovasságát át nevezte huszároknak. És ami például érdekes, amikor már ugye vége lett a 48-49-es szabadságharcnak, és motivációjukat úgymond vesztették a huszárok, átmentek Amerikába, és ott harcoltak. A egyenruhájuk, volt-e valami jellegzetes motívum, vagy egyéb jel, ami megkülönböztette őket a többi hadosztálytól? Hát, hogyha így rájuk nézzünk, vagy annó rájuk néztek, akkor egy nagyon-nagyon előkelő és úri figurát láthattunk. Forgócsákú volt a fejükön, mentét viseltek, szabját, persze pisztolyuk is volt, és nagyon-nagyon szűk gatyájuk. És hát így szerintem, ahogy őket így én most elképzelem, mindenki nagyon felnézett rájuk. Köszönöm szépen, Geri! A mai nap a huszársággal, mint Hungarikummal ismerkedhettünk meg, és nem marad más hátra, mivel hogy ez volt az utolsó rész, egy huszárköszönéssel elköszönni, erőt, tisztességet. Sziasztok!